Beszélgető társam Marti Zsuzsa, Zsámbék főépítésze, illetve Horváth László, a város polgármestere, és témánk a Rom Templom konferencia második etapja, mert hogy a második felvonásához érkezett ez a konferencia sorozat. Adódik a kérdés, mi hívta életre, hogy a Rom Templomról konferenciát rendezzenek Zsámbékon? Konferenciának a kezdete, tehát az elsőnek tulajdonképpen a motivációja az volt, hogy most már jó régóta dolgozunk az önkormányzatnál többen, és Zsuzsával is jó régóta együtt dolgozunk. Zsámbékon nyilván a Rom Templom az mindenkinek a szívügye, állandó téma, és a pusztuló állapotát azt mindenki tapasztalja, tehát az, hogy napról napra vödörszem szedik össze a lehulló köveket, maltert, egyebeket az ott dolgozók, tehát ez egy általános tapasztalat, és mindenki tud róla. Nyilván szeretnénk megóvni nem csak magunknak, hanem az utódainknak is, és nem csak Zsámbéknak, hanem az egész zsámbéki medencének, Magyarországnak, világnak, ha úgy tetszik. Viszont a középkor egy jelentős épülete, ami nagyon nagy részben épségben maradt. És ezt a törekvésünket támogatja a Zsámbékon nagyon régóta működő premontrei rend is. És nekik van egy különleges apropójuk, 5 év múlva 900 évesek lesznek, és azt gondoltuk, hogy ez a születésnap megérdemelne egy nagy ajándékot. És akkor úgy gondoltuk, ezt az első konferencia végén így, talán szó szerint így is fogalmaztam meg, hogy minden követ itt nem a Rom Templom köveire gondolunk nyilván, hanem egyéb köveket megmozgatunk azért, hogy a Rom Templom sorsa vagy a jövőbeni léte biztosítottá váljon, és tényleg megmaradjon az utókor számára. Azt hiszem, abban mindenki egyetért, a konferencia résztvevői, vagy a széles közvélemény, hogy meg kell óvni a Rom Templomot, hogy az ország egyik büszkesége, de a hogyanban már eltérnek az álláspontok. Mint építész kérdezem, mert hogy építészek, műemlékvédők és egyéb szakemberek is jelen voltak ezen a konferencián, melyik álláspontot támogatja az elhangzottak közül? Úgy újítsák fel a Rom Templomot, hogy egészítsék ki az eredeti formájára, hogy láthatóak legyenek a kiegészítések, vagy pedig simuljanak bele a mostani romos állapotba, és még számos más különböző nézet ütközött, hogyan összegezni a nézeteket, és önnek mi a véleménye? Amióta ugye ott dolgozom, 2015 eleje óta, akár kivel beszélek, mindenki egy kicsit másképp gondolja, inkább pontosabban úgy fogalmaznék, hogy két szélsőséges álláspont van, és van olyan is, amelyik a kettő közötti. Elég magas azoknak a száma, akik romként szeretnék megtartani, és elég sokan vannak azok, akik viszont valamilyen módon épületként szeretnék hasznosítani. Mi szól az egyik, illetve a másik mellett? Hát az első konferencia eredménye azért eléggé, hogy is mondjam, konkrétan elhangzott egy olyan vélemény, hogy romként nem tartható fent hosszú távon, tehát ha abba gondolkodunk, akkor ma nincsenek olyan anyagok, amivel ez megvalósítható, és durván a 50 évet jósolnak annak, hogy így még megmarad romként, és eléggé egyértelműen elhangzott, hogy valamilyen módon épületként tető alá kell hozni. Ha pedig tető alá kell hozni, azért adja magát, hogy ez ne egy szellemváros vagy szellem templom legyen, hanem egy valódi funkcióval rendelkező épület, és abban mind a két konferencián egyetértettek, hogyha egy épületben élet van és van funkciója, az kimutathatóan hosszabb és biztosabb élettartamot jelent. És hát így válaszolnék én is erre a kérdésre, hogy szerintem a magasabb rendű szempont az élet. Úgyhogy én úgy amellett tenném le a voksomat, hogy az valamilyen módon egy hasznosítható épület legyen. Itt is megoszlanak a vélemények, mert hogy a toldás és az eredeti kövek elválasztva legyenek, tehát a avatott vagy avatatlan szemlélő az pontosan lássa, meg tudja különböztetni, hogy ez már az új rész, tehát a megújított, kiegészített, toldott rész, de azok a kövek, az még az eredeti. Igen, na, vagy mossák egybe a kettőt. Ha viszont épület, akkor több verziója van, egyszerű esetben csak tető alá tenni, hogy megvédje az időjárástól, és megmarad valamilyen szabadabb jelenlegi formájában, a másik verzió, a másik véglet, hogy valamilyen módon megkeresni az eredeti
valamelyik kornak megfelelő eredeti állapotát, és az épüljön vissza. Emellett is szólnak érvek, hiszen akkor kapunk egy korról egy képet, és akkor teljes mértékben használatba lehet venni. És ha építész kollégákkal beszélek, megmondom őszintén, kezdetben nekem is ez volt a szimpatikus megoldás, hogy az utóbbi. Amiről az építészek azt mondják, hogy hát bizonyos csoportja itt is, hogy jó lenne, ha lenne egy olyan része, ami ugye az eredeti állapotában maradna meg, a kiegészítés pedig valamilyen mai módon. Erről egyébként nem új keletű a vita, mert az első konferencián egy filmet levetítettek, ott Makovec Imrétől Rádai Mihályig, nagyon különböző, Melókó Miklósig nagyon különböző vélemények ütköztek. Polgármester úr, hogy látná szívesen a RAM templomot a településen? Én valamiféle kiegészítést látnék szívesen, de ez nem egy eldöntött tény, de még az önkormányzatnak sincs, az önkormányzati képviselők között sincs konszenzus ebben az ügyben. Ebből is látszik, hogy ez milyen nehéz munka lesz majd azoknak, akik ezzel a templommal komolyabban tudnak foglalkozni. Azt azért így ebbe akkor így ki is mondtam, hogy nyilván nem a zsámbéki önkormányzat lesz az, aki képes arra, tehát megfelelő lehetőségekkel rendelkezik arra, hogy ezt a RAM templomot felújítsa. Ez a világörökségi. Igen, mi is így gondoljuk, tehát ez az államnak a feladata. És ugye ezért az Európai Uniónak, hogyha lehet ezt mondani, az ENSZ-nek. Akár, igen. De visszatérve a kérdéshez, ön hogy látna szívesen? Tehát egy működő épületként, ami templomként... Így van, különböző funkciókkal tudunk megtölteni, igen, akár ugye a csúcsa az elképzeléseinknek, az akkor azt mondom, hogy valamilyen építészeti megújítása a RAM-nak, és mellette egy korszerű 21. századi fogadóépület, aminek most számos nagyon jó példát láthatunk különböző magyarországi műemlékeknél, amit az utóbbi években épültek. Esetleg, ami tényleg a csúcsok csúcsa lenne, az az, hogy még egy működő kolostor kerülne az épület mellé, ami így önmagában ugye élettel töltené meg azt a teret, és nyilván egy komoly idegenforgalmi attrakcióvá is válhatna. Egyébként az önkormányzat tulajdonát képezi a RAM és a környéke, vagy a premontrei rendét? Az állami vagyonkezelő a tulajdonos, az önkormányzat kezelője, de... Ezen még lehet, hogy változtatnunk kell, ahogy halad előre az idő, és lehet, hogy a premontrei lesz idővel, a premontrei rend lesz idővel a kezelője a templomnak. Volt hasznosítása a RAM-nak, mint háttérnek, vagy nem is tudom, minek nevezzel, nem biodíszlet, de egy gyönyörű szép háttér, hiszen nagyon sokáig éveken keresztül, évtizeden keresztül a zsámbéki szombatok, a színházi játékok, szabadtéri játékok nyaranta sok embert vonzottak oda. Most egy zárójelben, de kapcsolódik a RAM templom történetéhez, ez megszűnt, vagy fel lehetne esetleg eleveníteni azon a téren? Nem szűnt meg teljesen, tehát időnként vannak most is előadások, de ami pont a második konferencián megfogalmazódott, hogy jó lenne, hogyha az első lépés ennek a megújításához pont az vezetne, ha nem csak a templom mellett, hanem magában a templomban is lenne élet, és valamilyen módon egy rendszeres program, akármilyen ritkán is, de ott is lenne. Tehát, hogy ez lehetne egy első lépés abban az irányban, hogy használatba vegyük újból a templomot. Úgyhogy ezen még gondolkodni kell, hogy az mi. De gyakorlatilag az tény, hogy nem csak egy díszlet, de tényleg van egy olyan lelkisége, tehát ott egy előadás, a templom mellett az egy egymást erősítő, nagyon felemelő élmény, úgyhogy mindenképpen ennek a dolognak így élni kell, és tovább kell fejlesztenünk. Ez mindig szakrális tér, gondolom én, tehát függetlenül attól, hogy most nem templomként funkcionál. Így van, egy felszentelt templom, igen. A városnak milyen haszna lehet abból, hogy a templom megújul, és hogyan újul meg, és lesz ott konferencia központ, vagy nevezzük bárminek, tehát ilyen fogadóépületnek. A turizmus fellendülése az
mit hozhat a város számára? A turizmus fejlendülés ugyanaz, mint minden más város számára, tehát nyilván a növekedő látogatószáma, az ott töltött éjszakák száma. Tudja fogadni a város, hogyha itt Én azt gondolom, hogy igen, tehát hogyha, nyilván, hogyha hirtelen jelentős változás történne, akkor az első években lehet, hogy okozna némi fennakadást, de a meglévő kapacitásokat egyébként most is bővíteni kell. Tehát azt azért tudni kell a romtemplomról, ez fontos, hogy jelenleg a működtetője, az önkormányzat egyik intézmény, a művelődési ház tulajdonképpen, közművelődési intézményünk, és a vezetőjével éppen a minap beszéltünk, hogy ilyen 22 és 30 ezer fő közötti létszám így is meglátogatja minden évben, úgyhogy hogy azért elég méltatlanok a körülmények környezetében, így önhibánkon kívül, tehát itt tettünk lépéseket fogadóépület megújításában egyebekben, és ezek le lettek blokkolva a vagyonkezelő által a korábbi években. Tehát a hátrányok vagy a nehézségek ellenére is komoly érdeklődésre tart számot az épület. Jó, de hogyha ezt megcsinálják a környékét, és rendezik, hogy egy nullát még hozzá lehet. Ez nyilván a többszörösére fog nőni, ebben biztosak vagyunk. Szállodai kapacitással rendelkezünk, vendéglátás az működik, az idei évben előrelátóleg 3 új étterem nyit. Dzsámbékon itt a hírek szerint, Premontrei rendel közösen beadtunk egy pályázatot egy régi műemléki épületünk felújítására, ahol olcsóbb ilyen turista zarándokszállást fogunk kialakítani a jövőben. Tehát így azt gondolom, hogy ezt így tudjuk kezelni majd. Lesz a harmadik felvonás, már mint a konferenciát illetően, és körülbelül, mert erre a legkíváncsibbak minden ilyen téma kapcsán a nézők, mikor lehet ebből valami? Mikor várható döntés? Most így újítják fel, úgy újítják fel, milyen funkciója lesz, olyan funkciója, Premontéren lesz 5 év múlva, mondjuk ez egy időpont azért. Igazából az egész konferencia sorozat azért indult el, hogy bekerüljön a közvélemény tudatába. Oda figyel az országos média is? Szerintem igen, most már érdeklődnek a más tévétársaságok is, rádió is riportokat készítenek, illetve folyamatban van még hasonló. Most készítünk egy összefoglalót is a két konferencia tudásáról, azt el fogjuk küldeni az illetékes minisztériumokba, illetve államtitkárságokra. Tulajdonképpen őket is érdekli ez a téma, hiszen... Ez hány minisztériumot érint? Hát, a műemlékvédelmisektől az idegenforgalom még sok. Igen, illetve az emberi erőforrás, mint egyház. Tehát úgy gondoljuk, hogy a témát állandóan melegen kell tartani, és ez a konferenciázás és a kommunikáció erre egy jó eszköz. Jelezte egyébként a második konferenciára is az MNV ZRT, hogy el fog, vagy igyekszik eljönni, de aztán végül is nem jöttek el, de ők is számon tartják, és várják ezt a jelentést. Itt igazából az érdekessége ennek a mi hozzáállásunknak, hogy elég sok olyan kiemelt műemlék van, aminek a felújítása sokszor botrányba fajul, és ezeknek a hátterében hasonló okok vannak, mint ugye itt a romtemplomnál is, nevezzük öreg templomnak, mert ugye szélsőséges nézetek vannak egy dolognak a megvalósítása körül, és ilyenkor ezek, mikor fölmelegednek, összecsapnak. És ez nagyon nem tesz jót magának a templom felújításának az ügyének is, hogyha ebből bárki egyéb nyereséget próbál szerezni, és mi azt mondtuk az első konferencián, hogy mi ezt meg szeretnénk előzni, és maga a templom már csak önmagában a funkciója is méltatlan ahhoz, hogy egy ilyen rossz szájízű vita alakuljon ki körülötte, és nem a felújítás után kéne róla beszélni, hanem még előtte, és legyen egy olyan véleményegyeztetés, ami ezt a kérdést, hogy úgymond felpuhítja, vagy legyen idő az embereknek ezekre. Jó, fontos melegen tartani a témát, csak nehogy túlhevüljön. Tehát azért az 5 év az egy konkrét határidő, és ha jól értettem a polgármester úr szavaiból, akkor 5 év múlva már kész kéne, hogy legyen, hiszen az az évforduló. Ez a mi álmunk, vagy a kitűzött cél, fogalmazunk viszont így. El kell kezdeni egy 2-3 éven belül. Nyilván, ez így van, igyekszünk ezt. Lát realitást arra, hogy döntés szülessen addig, és tényleg, nem is tudom, közbeszerzés, elinduljon, folyamat végigmenjen, kivitelezés. A realitása megvolt, tehát technikailag megoldható, akkor inkább így fogalmaznék. Nyilván kell mögé egy politikai akarat, ami a végső döntést meghozza odafönt.